Szeretettel köszöntöm Önöket. Amikor a szolidaritás mozgalom létrejött, körülbelül másfél-két évvel ezelőtt, akkor minden egyes országgyűlési képviselőnek küldtek egy tükröt. Megmondom teljesen őszintén, ezt a tükröt küldték, hogy fogalmam sincs, hogy pontosan miért küldték. Úgy gondolom, hogy kollektív bűnösként kijelenteni, kijelölni minden országgyűlési képviselőt nem túl szép belépő egy frissen szerveződött olyan szervezettől, amely gyökeresen megkívánta reformálni a magyar politikai életet. Lehet, hogy talán csak azt akarták megmutatni, hogy ők milyen belevaló kemény gyerekek. Hát mostanra ki tudom jelenteni azt, hogy ez nem sikerült. Amikor a szolidaritás létrejött, akkor más szervezetek is létrejöttek. Mind ugyanazt mondták. Ilyen volt egyébként az LMP, ilyen volt a szolidaritás, ilyen volt a Milla. Mindnyájan azt mondták, hogy paradigmaváltásra van szükség. Mindnyájan azt mondták, hogy korszakváltást fognak hozni a magyar politikai közéletbe. Mindnyájan azt mondták, hogy majd lehet más a politika. Hogy le kell számolni, azt mondták, hogy le kell számolni mindenkivel, aki a rendszerváltás óta kormányzati tényezőként megjelent a magyar politikai életbe. Mindenkivel le kell számolni, aki miniszterelnökként vagy miniszterként olyan döntéseket hoztak, amelyek ide juttatták az országot. Ezt hirdették annak idején. Elfogadhatatlannak tartották azt, hogy politikai szerepvállalást vállaljanak azok az emberek, akik azokat a döntéseket hozták, amelyek ellen ők létrejöttek. Amikor a szolidaritás összeállt a Millával, és kijelentették azt, hogy a vezetőjük mostantól kezdve Bajnai Gordon, akkor minthogyha megrepett volna a tükröm, de akkor még tartotta magát. Akkor ők közösen azt nyilatkozták, hogy még mindig egyébként ott van a közös ellenség, és hogy a demokráciának a kulcsát nem lehet a szocialisták kezébe odaadni, mert hogy ők nem tudnak rá vigyázni. Aztán nem is sokkal később kiderült az, hogy már nem is olyan ördögtől való dolog a szocialistákkal összeállni. Ekkor a kis tükröm önmagától ledobta Kónya Péternek az új lenyomatát saját magáról. Végül összeálltak Gyurcsány Ferenccel. Amikor ez megtörtént, akkor mi a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppártnak a képviselői, Szili Katalin képviselőtársammal úgy döntöttünk, hogy ezt a tükröt visszaküldjük a szolidaritásnak, mert hogy mostantól kezdve sokkal nagyobb szükségük van nekik erre a tükörre, mint amilyen szükségünk nekünk lenne rá. Arra az esetre, hogyha a szolidaritás, a Milla és az összefogás úgy összességében, ugye a PMS-ektől elkezdve mindenkivel együtt, csak együtt tudják elképzelni a jövőjüket, ezért felajánljuk nekik azt, hogy ezt a kis tükröt kiváltandó vagy emellé, itt van ez a hatalmas nagy tükör, ebben mindannyian egyszerre láthatják saját magukat, és egyébként ennek van még külön előnye is, hogyha két tükre van az embernek. Az egyik például az, hogyha megfelelő szögben áll az ember, az egyik tükröt a másikkal használva megnézheti, hogy van-e mögötte valaki, esetleg valamilyen fegyver található-e mögötte, ajánlom nekik. A másik pedig, hogy le tudják ellenőrizni, hogy megvan-e minden testrészük hátul. Én például most tökéletesen látom a gerincemet. Arra az esetre, hogyha ide jönnének és belenéznek ebbe a tükörbe, nagyon szívesen felajánlunk még egy tisztítószettet is arra az esetre, hogyha elhomályosodna a tükör, illetve arra az esetre, hogyha valamilyen okból kifolyólag beszennyeződne. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy a mai mondanivalómnak nem az volt a lényege, hogy én kritikát fogalmaztam volna meg, akár az összefogás, akár a Fidesz politikájával szemben. Lehetnek nézetkülönbségeink, vannak is bőven. Nem ez volt a lényege. Nem is akartam kritizálni senkit, aki mondjuk Gyurcsány Ferencet, Bajnait, Mesterházit, vagy akár Orbán Viktor tekinti annak a politikusnak, aki számára hiteles, akibe a bizalmat lehet fektetni.
Én azokról a politikusokról beszélek, és azoknak a felelősségéről beszélek, akik másfél-két, az LMP esetében akár korábban is, azzal az ígérettel álltak elő, hogy más lesz a magyar politikai élet. Azzal álltak elő, hogy ők megszakítanak minden kapcsolatot azokkal az emberekkel és azokkal a politikusokkal, akik vezető beosztásban voltak, kormányzati pozícióban, és akik tönkretették az országot. Ezek az emberek, ezekben az emberekben hittek. Ezek az emberek elhitették a választókkal, hogy lehet más a politika. Hogy meg lehet változtatni nagyon-nagyon sok mindent, új szereplők kellenek hozzá, és új felfogás. És mindent elvettek ezektől az emberektől. Minden hitet és reményt abban, hogy másként is lehet politizálni. Ezt a hitet és ezt a reményt jelen pillanatban a magyar politikai közéletben egyedül a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt képviseli. Úgy gondolom, hogy a megújulás lehetőségét, a valódi korszakváltást, a civil demokráciának az erejét, azt jelen pillanatban ma a KTI képviseli Magyarországon. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azon kívül, hogy szembesítettem ezeket az embereket azzal, hogy nem játszadozhatnak az ígéretekkel, nem nézhetik hülyének a választópolgáraikat, és hogy az erkölcs az soha nem lehet alatta a politikai önös érdekeknek és a politikai haszonszerzésnek. Azon kívül, hogy ezzel szembesítettem őket, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azzal, hogy így összeálltak, jelen pillanatban a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt, a KT-nek a parlamentbe jutása a garancia arra egyedül, hogy a Fidesznek nem lesz még egyszer kétharmada. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdés bárkinek? Ha jól gondolom, akkor nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel.